Siklósi vezetők, szervezetek látogattak el Alsó-Mocsoládra, hogy tapasztalatot cserélhessenek a klímaváltozás a környezetvédelem területén. Mojzes Tamás alpolgármester szerint a mai kor egyik legnagyobb problémája az éghajlatváltozás, amelyre adekvát megoldásokat kell találni. Számunkra Siklóson azért különösen fontos ez a terület, mert érezzük, látjuk, hogy a város lakossága is egyre klímatudatosabb. Siklós egy zöld város, ezért ezzel a mandátummal élni szeretnénk, élni kívánunk. Alsó-Mocsoládon azért vagyunk, mert ez a település híres a jó gyakorlatokról, és fontos, hogy ezeket a kis települési jó gyakorlatokat is megfelelő módon tudjuk adaptálni, ebből is erőt merítsünk. Siklóson egyébként 2020. februárjában alakult meg a Klíma Platform, ahol minél több elemet igyekeznek beépíteni a stratégiába. Számos területen enyhíthetnek a lakosok a környezetszennyezésen, hiszen ők mintegy 95%-ban felelősek ezért, mondta a klímastratégiai szakember. Ongért Rihárd kiemelte, hogy olyan megoldásokat kell találni, amik ösztönzik a lakosságot a változtatásra. Amik nem feltétlenül azt jelentik, hogy pénzt adnak mondjuk a siklósiaknak arra, hogy korszerűsítsék a lakásukat, mert valószínűleg ilyen pénz nincs. De hogy lehet megtalálni azokat a finanszírozási megoldásokat, amiket föl lehet kínálni, akár pénzügyi szolgáltatóknak a bevonásával, harmadik feles finanszírozás, léteznek a világban erre megoldások. Az Alsó-Mocsoládi látogatás egy jó alkalom volt arra, hogy megismerjék egy kisebb település stratégiáját. A faluban több programot is létrehoztak ennek érdekében, amit be is mutattak az előadások keretében. Folyamatos konzultáció volt a siklósi szervezőkkel, hogy mik legyenek azok a prioritások, amik mentén áttekintjük az Alsó-Mocsoládi folyamatokat. Ezért így a gazdaságélénkítés, a nulla hulladék, illetve egy teljesen új típusú projekt kerül ma bemutatásra, hogy ebben mind a két csapat egy kicsit felfegyverkezve tovább tudjon haladni közösen. Cél a szemléletformálás, a társadalom mozgósítása, hiszen nem csak általánosságban fontos tudatni, hogy mennyi mindent tehetünk környezetünkért, hanem az olyan aktivitások indítása az önkormányzat részéről, amik nem jogszabályban előírt feladatok. Így közelebb kerülhetnek például a klímatudatos közlekedéshez, otthonokhoz a helyiek. A siklósi tervek szerint 2050-re a nulla széndioxid kibocsátása fő cél.